Sziasztok, én Paszni Villám vagyok, és ez egy újabb karakter bemutató videó lesz a Növények a zombik ellen Garden Warfare-hez. Most a tudós zombiról fogunk beszélni, hogy ő pontosan milyen is, és mit tud. Na, először is a képességei. Az első képessége, amit be fogok mutatni, az nem más, mint a ragadó bomba. Oda ragad a földre a bomba, és ha oda megy egy növény, akkor az felrobban. Nevezhetjük oknának is. Na de mindegy. A következő képessége az a teleportálás. Átteleportál a tudós zombi egy másik helyre, és így gyorsabban tud menni, ezért nem tudják elkapni a növények, vagy ilyesmi. Tehát, ha mondjuk maradt mondjuk 10 életed, és ott van mögötted egy borsó, éppen lelőned, de te teleportálást használsz, akkor elteleportálsz, és megmenekülsz. És fedezékben feltöltheted az életed. Ezért is nagyon hasznos a teleportálás. A következő képesség, na mindegy, már le is raktam a képességet. Na de mondom, a következő képesség az élesztő ragacs, vagy inkább hílelő ragacs. Itt látható, ez a lila ragacs szerűség, amit hogyha leraksz, így feltölti a zombik életét. Így. Ez hasznos mondjuk annak, hogyha neked kevés az életed, de valaki éppen meglép, akkor feltöltöd az életét, mert neki is kicsi az élete, ezért így mind a kettőtöknek feltölti az életét, és egyszerre igázhatjátok le a növényt, aki meg akar támadni titeket. És a következő képesség, ami nem is képesség, hanem inkább a lövése, a holdkőlövő. Kis holdköveket lő, és látjátok milyen erős, hogy betöri a követ. Ilyen erős, egy lövésenként 18-at visz le az életből. Ez a legelső fegyvere, úgymond. Tehát nem is legelső fegyver, hanem ez az, amit a kezében fog. Nagyjából ennyi a tudós zombiról a videó. Sziasztok, én Paszni Villám voltam!